Gazdasági szempontok, a közjó érdekei és természetvédelem. Ezen a három pilléren nyugszik az erdőgazdálkodás. A 2017-ben módosított erdőtörvény viszont lehetőséget adott a gazdálkodóknak arra, hogy bizonyos esetekben tarvágással éljenek. A természetvédők és az alapjogok biztosa egyebek mellett ezt a rendelkezést sérelmezték és fordultak az Alkotmánybírósághoz. A testület a jogszabály néhány pontjára korlátozást tett. Korlátozta a tulajdonosokat abban, hogy a védett természeti értékeket hogyan kell megőrizni. A törvénynek van egy olyan rendelkezése, amely kártérítési lehetőséget biztosít a tulajdonosoknak, illetve kompenzációt arra, hogy ezeket a természeti értékeket anyagi veszteségek nélkül meg tudják oldani. A kártérítés, illetve kompenzáció végrehajtási rendeletét még ki kell dolgozni. Azt senki sem vitatja, hogy a természet értékeinek védelme és a gazdálkodás érdekei között valamiféle egyensúlyt kell teremteni. Az Alkotmánybíróság a természetvédelemmel szemben az erdőkben az árvízvédelmi rendeltetést előtérbe helyezte. Úgy ítéltem meg, hogy az emberek élet és vagyon biztonsága a természetvédelmi értékeknél fontosabb. És ezekben az erdőkben a vízügynek az utasításai szerint kell dolgozni, természetesen úgy, hogy a természeti értékeink is megmaradjanak. Ez az alkotmánybírósági rendelkezés a szolnoki és környékbeli gazdálkodókat közvetlenül is érintheti, hiszen erdeink egy része a Tisza és mellékfolyóinak árterén vagy annak közelében található.